Élénkülő adásvétel. Tavaly átlagosan 15-18%-kal növekedett a használt autó piac forgalma az egy évvel korábbi statisztikához képest. Mindent látó kamerák, januártól az érvényes műszaki vizsgát és a besorolásos környezetvédelmi plakettet nem kell felragasztani a járművek rendszámára. Elhárítási munkák, már nincsenek veszélyben lakóházak a belvíz miatt Újfehértón. A közmunkások és az önkéntes tűzoltók 3 napon keresztül dolgoztak a vízelvezetésen. Tavaly átlagosan 15-18%-kal növekedett a használt autó piac forgalma az egy évvel korábbi statisztikához képest. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A megnövekedett eladás mellett azonban az árak is változtak, megközelítőleg 3%-kal emelkedtek. A legkeresettebb autók a 1,5 millió forint körüli járművek, de vásárlásnál az is fontos szempont, hogy 5-6 év közötti legyen az autó, valamint a kilométerfutás is sok esetben döntő lehet, mondta el kérdésünkre a Magyar Gépjárműkereskedők Országos Egyesületének alelnöke. Az elmúlt 2 év leforgása alatt 1,5-szer akkora érték fordult meg a használt autó piacon, mint az azt megelőző 2 évben. Ez az áremelkedésen túl annak is köszönhető, hogy kismértékben növekedett az új autóeladások száma, illetve a használt autó import is felfutott az utóbbi néhány évben. Így javult az évek óta stagnáló használt autóindex. A használt autóindex az egy olyan mutatószám, amely azt mutatja be, hogy a válság kezdete óta a hazai használt autópiacon mekkora értékű járműállomány cserél gazdát. Hogyha ennek az értéke 100%, az azt jelenti, hogy a válság kezdetekori szintet elértük. Ez a használt autóindex nagyot zuhant a 2009-et követő években, egészen 70%-ra, és ez a mélypont 2010-ben volt, ahonnan egy folyamatos stagnálást követően 2014 óta kezdett emelkedni. Az utóbbi 2 évben pedig rohamosan emelkedett. Csak az utóbbi 1 évet vizsgálva a 2014-es és a 2015-ös utolsó negyedév összehasonlítása alapján 22%-nyit növekedett a használt autóindex, így 134-ről 156%-ra emelkedett. Ez a szám 2 adatnak köszönhető, az autóeladások növekvő számának, valamint annak, hogy a járművek vételárai emelkedtek. Kb. 15-18%-kal nagyobb forgalmat bonyolítottak le a használt autó kereskedők, illetve a használt autópiac kb. Ennyivel nőtt. Ez párhuzamosan az új autó értékesítések felfutásával, azt gondolom, hogy egy örvendetes dolog. Ezzel párhuzamosan a használt autók ára is gyakorlatilag nem csökkentek, hanem inkább nőttek, szemben azzal, hogy általában a használt autók, ahogy idősödnek, veszítenek az árukból. Ez most gyakorlatilag az utóbbi 1-2 évben ez megállt. A legkeresettebb járművek közé főleg a német és japán autók tartoznak. A vevők elsősorban a fiatalabb, körülbelül 5-6 éves autókat keresik, azonban általában pont ezekből van hiány, ami összefüggésben áll azzal, hogy a válság óta nagy mértékben csökkent az új autók értékesítése. A legnépszerűbbek továbbra is az alsó-közép kategóriás járművek. Januártól az érvényes műszaki vizsgát és a besorolásos környezetvédelmi plakettet nem kell felragasztani a járművek rendszámára, mert azok a kamerák, amelyek a sebességet mérik, azt is tudják ellenőrizni, hogy milyen egy jármű környezeti besorolása, illetve van-e érvényes műszakia. A rendszer mindent lát szmogriadó esetén is. Az autót ilyenkor jogszerűtlenül használóknak a kamerák adatai alapján érkezik csekk a bírságról. Az autósoknak nincs teendője a rendszámokat érintő változásokkal kapcsolatban. Ez mindössze annyit jelent számukra, hogy a soron következő műszaki vizsga alkalmával a közlekedési hatóság szakemberei eltávolítják a korábban felragasztott jelzéseket, majd adatbázisba gyűjtik az autó megfelelőségi tulajdonságait. Ez a törvénymódosításnak az eredménye, ez a ügyfelek számára egy bürokrácia csökkentéssel kapcsolatos intézkedés volt, sokkal egyszerűbbé válik az ügyfelek részére is az ügyintézés, a járművek üzemeltetése, hogy elsődlegesen ezek a plakettek címkéi megsérülnek, a jövőben ezeknek a pótlása nem lesz szükséges. Közlekedési hatósága a műszaki vizsgát követően a jármű érvényességét adatbázisban kezeli, ezek az adatbázisok jármű nyilvántartásban hozzáférhetőek.
A járművek érvényességét és környezetvédelmi adatait így az ellenőrző hatóságok és a rendőrség végzi. A közlekedési szabályokat megszegők kiszűrése mellett ebben is segítségükre lesznek az újfajta közúti kamerák. Ez a rendszer mindent lát, smogdiadó esetén is. Az autót ilyenkor jogszerűtlenül használóknak a kamerák adatai alapján érkezik csekk a bírságról. Sepely Tamás televíziónak elmondta, a jogosítvány megszerzésével kapcsolatos elméleti vizsgában várható még változás a közeljövőben. Az a fajta fejlesztés, amely a számítógépes elméleti vizsgán mozgóképeket produkálná a vizsga körülmények között, nem készült teljes mértékben, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság ennek a bevezetését a későbbi időpontra halasztotta el. A közlekedési hatóság 2016-ban várhatóan bevezeti az illetékmentes első jogosítvány kiadását is, valamint a tervek szerint a sikertelenül vizsgázók hazavihetik majd a hibáikat jegyző dokumentumot, ezzel lehetőséget kapva az ismétlésre és a hibák javítására. Már nincsenek veszélyben a lakóházak a belvíz miatt Újfehértón. A közmunkások és az önkéntes tűzoltók 3 napon keresztül dolgoztak a vízelvezetésen. Az önkormányzat 2 nagy teljesítményű szivattyút és több 100 méter tömlőt is vásárolt az elhárítási munkálatokhoz. Az újfehértói közmunkások jelenleg árkokat és vízelvezetőket alakítanak ki a veszélyeztetett utcákban. A városban visszatérő probléma a belvíz, ezért megelőző munkák folynak annak érdekében, hogy egy ismételt csapadékos időszakban ne alakuljon ki a mostanihoz hasonló helyzet, vagyis a belvíz miatt ne kerüljenek közvetlen veszélybe lakóházak. Az elmúlt napokhoz képest konszolidálódott a helyzet. Elsősorban ez annak köszönhető, hogy folyamatosan szivattyúztunk a kritikus helyeken, és nyilván az, hogy most lassan megállt az eső és kisütött a nap, meg elkezdett fújni a szél, azért ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjenek a problémáink. A legnagyobb gondot az a hétvége jelentette, hiszen szombaton egész nap esett, vasárnap egész éjszaka esett az eső, illetve szombat éjszaka is esett az eső, és vasárnap reggelre alakultak ki kritikus pontok a szokásos helyeken, ahol egyébként évek óta már védekeznünk kell. Volt 3 helyszín, ahol közvetlen lakóházat is veszélyeztetett a belvíz már. Vasárnap a közmunkások és az önkéntes tűzoltók kezdték meg a belvíz szivattyúzását, majd a hét elején az átereszek és a csatornák takarításával folytatódott a munka. Az időjárás kedvező volt, hétfőre felengedett a fagyos föld, így az árkok jelentős mennyiségű csapadékvizet tudtak elszikkasztani, mondta el a polgármester. Hozzátette, a munkák a veszély elhárításával még nem értek véget. Az is világosan látszott az elmúlt 2-3 napban, hogy az önkormányzatnak további eszközök beszerzését kell végrehajtani ahhoz, hogy kellő időben tudjon a védekezésben beavatkozni. Ezért tegnap saját hatáskörben úgy döntöttem, hogy 2 nagy teljesítményű szivattyút, illetve 300 méter tömlőt beszerzünk, amit a közmunkások, illetve a önkéntes tűzoltó egyesület közreműködésével úgy gondolom, hogy hatékonyan fogunk tudni alkalmazni az elmúlt időszakban, ha esetleg szükség lesz rá. Tehát most már inkább megelőző munkálatok folynak, épp néhány percet tájékoztattak a kollégák arról, hogy ma reggel még 2 helyszínen folyt a szivattyúzás, most fejezték be, most már úgy tűnik, hogy elmentek ezek a vizek. Nagy Sándor mindehhez hozzátette, a 2010 óta folyamatosan visszatérő belvíz probléma végleges megoldására fel van készülve Újfehértó önkormányzata. Az elvezetés infrastruktúrájának kiépítésére beszerezték a szükséges vízjogi engedélyes terveket, amelyek megvalósításához a területi és településfejlesztési operatív program pályázatán igényelnek majd forrást. Házról házra folytatódik az aláírásgyűjtés a betelepítési kvóta ellen. Petneházi Attila, a Fidesz országgyűlési képviselője, a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta, az aláírásgyűjtés folytatásának újabb kiemelkedő oka a nők védelme, amire a szilveszter éjszaka történt németországi események hívták fel a figyelmet. Egyre jobban látszik, hogy egységes akaratról van szó, hiszen minden 5. magyar választó már aláírta ezt az ívet. De a sajnálatos nyugat-európai események még jobban indokolják ennek folytatását.
de enélkül is folytatódott volna az aláírásgyűjtés. Tudjuk mindannyian, hogy Nyugat-Európában milyen drasztikus, milyen durva nők elleni támadások történtek. Én azt hiszem, hogy most már, ha úgy tetszik, akkor nem csak maga a migráció ellen, hanem a nők védelmében is történik ez az aláírásgyűjtés. Azonnali béremelésre van szükség az egészségügyben, véli az MSZP Tukacs István. Az országgyűlési képviselő nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, az egészségügy lassú pusztulásra lesz ítélve, ha nem érkezik nagyságrendekkel több forrás az ágazatba. A politikus szerint az érdemi bérfejlesztés mérsékelné az egészségügyi dolgozók elvándorlását. Mi az ezéri költségvetés módosításához is egy 105 milliárdos csomagot adtunk be. 105 milliárdból 70 milliárdot bérfejlesztésre, 35 milliárdot a körülmények javítására számunk. Természetesen a kormány ezt nem fogadta el, a természetes nézőjelbe kell érteni. Meg fogjuk ismételni ezt a javaslatot, mert szilárd meggyőződésünk, hogy a bérfejlesztés szükséges, ám de nem elégséges feltétele a változásnak, és ezen kívül szükséges még az is, hogy a kormány komolyan vegye azt, hogy az egészségügy a működése határára ért el. A benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát is 3-3 forinttal csökkenti a MOL szerdán, írja az MTI. A csökkentéssel a 95-ös benzin átlagára 322-323 forintra, a gázolajé pedig 309-310 forintra mérséklődik. Legutóbb január 6-án változott az ár, akkor a benziné bruttó 3 forinttal emelkedett, akkor a gázolajé nem változott. A második magyar hadsereg Doni áldozataira emlékeztek ma Nyíregyházán. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Mindkét hazai meccsét megnyerte a férfi kosárlabda NB2-ben a Sunshine Nyikse együttese. Kovács Tibor tanítványai a Miskolc ellen 87-74-re, a Debrecen második csapata ellen pedig 66-58-ra nyertek. Így 4 mérkőzésen szerzett 3 győzelemmel várhatják a folytatást a nyíregyházi kosarasok. Nem jutott az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Zrínyi gimnázium csapata. Marta Dénes együttese az elődöntő torna fináléjában 26-20-as vereséget szenvedett mezőkövesdi ellenfelétől, így a borsodiak lesznek ott a veszprémi döntőben. A második magyar hadsereg Doni áldozataira emlékeztek ma Nyíregyházán. Az elesett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hősök tiszteletére állított emléktáblánál elhangzott. A nyíregyházi ezreddel több mint 4000 ember ment a keleti hadszíntérre, közülük alig több mint 730-an tértek vissza. A Don kanyarban vívott harcok a magyar történelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak, mondta a nyíregyházi megemlékezésen a Trianon Társaság, valamint a Rákóczi Szövetség elnöke. Dalmai Árpád kiemelte, a hősök tiszteletére 2013-ban táblát avattak a megyeháza falán, és előtte minden év januárjában megemlékezéseket tartanak. Országszerte megemlékeznek a Doni áttörés évfordulójáról, tehát úgy éreztük, hogy Nyíregyházán is kötelességünk megemlékezni azokról a megyebeli honvédekről, akik életüket áldozták ott a Don kanyarban. Hisz ezek hősök voltak, bármennyire akarták őket az előző rendszer idején fasisztáknak, nemzetelleneseknek, árulóknak beállítani, ők a hazát védték ott a távolban is. A 73 évvel ezelőtti történésekről sokáig nem lehetett szólni vagy megemlékezni, mondta Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő a Rákóczi Szövetség tagjaként hozzátette, mint oly sokan Magyarországon ő is érintett, hiszen anyai nagyapja ott volt a Don kanyarban, ő hazatért. Csak a térségből több mint 4000-en vonultak ki a hadszíntérre, tette hozzá Bene János történész. Ami a szerencsétlenség és a tragédiája volt ennek az ezrednek, hogy pontosan a váltáskor a kaposvári ezredet váltották fel, és pont a váltáskor, mikor még ők nem vették át, a kaposvárik már nem adták át rendesen az állásokat, akkor zúdult rájuk a január 12-i orosz áttörés, és úgy, hogy a Nyíregyház ezredet nem szemből támadták az oroszok, hanem oldalról és hátulról, mert más oldalon törtek át, és tulajdonképpen felsodorták, hátrafelé ugye nem lehet igazán védekezni, és tulajdonképpen ezért volt óriási a veszteség, hiszen a nyíregyházi alakulatok tulajdonképpen magukat hátrafelé törték előre,
hogyha értik a kedves nézők majd ezt a faramúci megoldást, tehát nekik ki kell törni, hátrafelé vissza tudjanak vonulni. A nyíregyházi ezred erről a térről indult a Don kanyarba. A 4000 katona közül alig több mint 730-an tértek vissza 1943. május 3-án. Mindkét hazai meccsét megnyerte a férfi kosárlabda NB2-ben a Sunshine Nyikse együttese. Kovács Tibor tanítványai a Miskolc ellen 87-74-re, a Debrecen második csapata ellen pedig 66-58-ra nyertek. Így 4 mérkőzésen szerzett 3 győzelemmel várhatják a folytatást a nyíregyházi kosarasok. Az NB2 keleti csoportjához decemberben csatlakozó Sunshine Nyikse 2 idegenbeli meccset követően pénteken mutatkozhatott be hazai pályán. A Miskolc második csapata ellen az első és a negyedik negyed jó játékának köszönhetően győzött a Kovács Tibor által irányított együttes, másnap a Deac 2 ellen pedig az utolsó pillanatig harcolnia kellett a 8 pontos sikerért a nyíregyházi csapatnak a Vecsik torna csarnokában. A mai mérkőzés jobban esett őszintén mondom, mint a tegnapi Miskolc elleni győzelem, mert egy kicsit rutinosabban, kicsit ritmusosabban játszottunk védekezésben és támadásban is, de hát remélhetőleg minél hamarabb összecsiszolódunk, hogy azt az alapvető célt, hogy legyen tartása a csapatnak, legyen kosabbra formátum a pályán, ne csak az, hogy most összejöttek fiatalabbak és rutinosabb játékosok, hanem ezt a 2 egyveleget megfelelően próbáljuk elegyíteni, és ez úgy tűnik, hogy már többé-kevésbé sikerül is. A csapat centere, a korábban magasabb osztályokban is szereplő Horváth Bence, a korát tekintve nem is, de kosaras múltja miatt a csapat rutinos játékosai közé tartozik. A középjátékos a 2 hazai meccsen 15, illetve 12 ponttal vette ki részét a győzelemből. Számomra is újdonság ez, hogy tulajdonképpen most az első csapatom, amiben úgymond rutinosabb játékosnak számítok, azonban nagyon jó összhang, és nagyon az összhang a játékosok között, illetve a mester is mindent megtesz azért, hogy összecsiszolódjunk játékban is, taktikában is, fejben is, és úgy gondolom, hogy ez kifizetődő lesz a jövőben. A 2 hazai győzelem áldozatokkal is járt a nyíregyháziak számára. Hanász Attilára lábközépcsonttörés, Somosi Ádámra pedig orrcsonttörés miatt nem számíthat egy ideig Kovács Tibor edző. A Sunshine Nyikse legközelebb január 18-án Debrecenben, a második helyezett Deac otthonában lép majd pályára. Nem jutott az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi Zrínyi gimnázium csapata. Barta Dénes együttese az elődöntő torna fináléjában 26-20-as vereséget szenvedett Mezőkövesdi ellenfelétől, így a borsodiak lesznek ott a veszprémi döntőben. 4 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán, a Bencsiskola csarnokában az 5.-6. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia országos elődöntőjét. A házigazda Zrínyi az első meccsén 29-17-re legyőzte a Váci Boronkai György műszaki szakközépiskola és gimnázium együttesét. A döntőben a Mezőkövesdi Szent László gimnázium ellen léptek pályára az zrínyisek, akik 26-20-ra alul maradtak borsodi ellenfelükkel szemben, így lemaradtak a fináléról. A mi fiataljaink tényleg fiatalok, 2 éve fiatalabbak a nálunk ugye többségében 98-osok játszanak, az ellenfélnek többségében 96-osok, és egy másfajta bajnokságban dolgoznak, hiszen egy NB1-es csapatnak a NB1 ifjében játszik, és millió ilyen meccset játszik egy évben, találkozik olyan ellenfelekkel, ahol ezt a küzdelmet, ezt a sebességet kell végrehajtani. Én azért nagyon szorítok, hogy Nyíregyháza kerüljön fel az NB1-be, hiszen a mi tehetséges gyerekeinknek is kellene ez a közeg, ahol sok ilyen mérkőzést játszanak, megszokják az ütközéseket, megszokják a gyorsaságot, megszokják a labdabiztonságot ebben a gyors játékban, és én csak gratulálni tudok nekik, mert mindent megtettek, csak éppen nem tudtak ebben a sebességben még játszani, mint ahogy az ellenfél játszott. Én úgy gondolom, hogy ez egy színvonalas mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy a Vácot, hogy meg tudtuk verni, az is egy NB1-es csapatnak az utánpótlás csapata, az egy örömteli dolog, de hát most meg kellett hajolnunk a nagyobb tudás előtt. A megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint az elmúlt évekhez hasonlóan gazdag esztendő előtt állnak mind a rendezvények számát, mind az eredményességet tekintve. Nagyon bízunk benne, hogy a tavalyi esztendőt legalább sikerül megismételnünk, azt hiszem, hogy mind sikerekben, mind pedig rendezvényekben, és valóban ez az év úgy tűnik, hogy jól kezdődik rendezvény szempontjából, sajnos kicsit keserű szájízzel megyünk majd el, mert az Zrínynek a csapata ugye második lett, így nem tudja képviselni majd az országos döntőbe Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, de ettől függetlenül nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon jó volt látni ezt a kis csapatot, amely egyébként fiatalabb játékosokból állt, mint az ellenfél gárdája kicsit.
Ez látszódott is talán a teljesítményen, de én bízom benne, hogyha ők együtt maradnak, akkor nagyon komoly sikereket tudnak még majd elérni, és ezáltal Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének is nagyon komolyan viszik majd a hírnevét itt az elkövetkezendő években. A kézilabda diákolimpia országos döntőjét január 22-e és 24-e között Veszprémben rendezik majd meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Tavaly átlagosan 15-18%-kal növekedett a használt autópiac forgalma az egy évvel korábbi statisztikához képest. A megnövekedett eladás mellett azonban az árak is változtak, megközelítőleg 3%-kal emelkedtek. A legkeresettebb autók a 1,5 millió forint körüli járművek, de vásárlásnál az is fontos szempont, hogy 5-6 év közötti legyen az autó, valamint a kilométerfutás is sok esetben döntő lehet. Januártól az érvényes műszaki vizsgát és a besorolásos környezetvédelmi plakettet nem kell felragasztani a járművek rendszámára, mert azok a kamerák, amelyek a sebességet mérik, azt is tudják ellenőrizni, hogy milyen egy jármű környezeti besorolása, illetve van-e érvényes műszakia. A rendszer mindent lát smogriadó esetén is. Az autót ilyenkor jogszerűtlenül használóknak a kamerák adatai alapján érkezik csekk a bírságról. Már nincsenek veszélyben a lakóházak a belvíz miatt Újfehértón. A közmunkások és az önkéntes tűzoltók 3 napon keresztül dolgoztak a vízelvezetésen. A polgármester elmondta, az önkormányzat 2 nagy teljesítményű szivattyút és több száz méter tömlőt is vásárolt az elhárítási munkálatokhoz. A Kölcsei Televízió íradóját látták, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, tudósításainkat addig is megnézhetik honlapunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Változékony, aránylag enyhe időre számíthatunk. Északnyugat felől változó nedvességtartalmú, a magasban pár fokkal hűvösebb levegő áramlik fölénk. Éjjel változóan felhős idő várható, zápor előfordulhat. A nyugati szél többször megélénkül, reggelre általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól erősen felhős lesz az ég. Kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék előfordulhat. A nyugati szél gyakran megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Csütörtökön felhős és napos időszakok váltogatják egymást, majd este beborul az ég, és egyre több felé várható csapadék. Eleinte eső, havas eső is lehet, de térségünkben többnyire hó valószínű. Pénteken néhány centiméteres hóréteg kialakulása várható. Szombattól erőteljes északi áramlással hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg érkezik, így vasárnaptól már a maximumok is 0 fok alatt maradnak, éjszakánként pedig a jövő hét elején csikorgó hidegekre kell felkészülni.